Kecskemét városa megváltoztatta az önkormányzati erdő gazdálkodásának metodikáját, ezen belül is az ültetendő fák gondozását. Így egy új zöld felület kezelési koncepció első lépése jött létre. Erről beszélgetünk most Győri András főkertésszel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba. Köszönöm a meghívást! Először is azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az önkormányzati erdőkhöz milyen típusú erdők tartoznak? Hogy kell ezt elképzelni? Igen. Önkormányzati erdőket három kategóriába sorolhatjuk. Léteznek védelmi funkciójú erdők, közjóléti erdők, illetve gazdasági erdők. A város erdei összesen 200 hektárt tesznek ki. Ez viszonylag kis terület a város egészéhez képest, de ezeknek az erdőknek mégis nagyon jelentős szerepe van a város életében. Gondoljunk csak arra, hogy ezek a védelmi erdők többnyire lakott területek mellett húzódnak, és ezeknek az erdőknek a kezelésének a megváltoztatása időszerűvé vált. Hol találhatók ezek a helyszínek? Hogy egy kicsit jobban betekintést jelennek a nézők. Hát, ugye a legjellemzőbb, legnagyobb területű városi erdőnk az a Csalánosi erdő. Emellett nagyon jelentősek a védelmi erdők az Izsáki út mellett, a Vízmű utcán például, akár a Szent István körúton. Ezeket a lakosság jól ismeri. Emellett azonban vannak gazdasági erdőink, ami fanyagtermelésre jöttek létre, ilyen például Szarkásban, a város különböző területein. Ezek általában elszórtan helyezkednek el. Akkor most egy új kezelést próbálnak, új koncepciót próbálnak létrehozni. Mi indokolta ennek a létrejöttét? Kettős az ok. Egyrészt a globális klímaváltozás olyan szintet ért el, amely tényleg már a hétköznapi életünket befolyásolja. Kecskemét ezen belül is egy nagyon kitett térség. A szárazodás, a hősziget jelenség nagyon érezteti hatását. Ez indokolt egyrészt az erdők kezelésének megváltoztatását, másrészt pedig a lakosság igények is megváltoztak az elmúlt időszakban. A lakosok, az emberek jobban figyelnek már a környezetükre arra, hogy az erdők lehetőleg folyamatos faborítottságot kapjanak, ne legyenek tarvágások. És ez a kettős folyamat jutott el oda, hogy a város azt gondolta, hogy itt az ideje a saját erdőivel elkezdeni a változtatást. És így 2021. decemberében a közgyűlés elfogadott egy erdőkezelési koncepciót, egy új erdőkezelési koncepciót, amely mentén elindult egy munka, és ennek első részeként gyakorlatilag a legfrekventáltabb helyen lévő védelmi erdőink, illetve egyes közjóléti erdő részletek kezelése változik meg ettől az évtől kezdve. Tehát nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, több éven át fog tartani, de akkor első körön, a jól értem, azokat az erdő részeket érinti, amelyek a lakossági területen vannak. Tehát gondolok itt akár az Izsáki úti véderdőre, vagy akár a Csalánosi erdőre. Így van. Ehhez hozzátenném még mondjuk az 1 milliómadik hektár erdőt, amely szintén egy nagyon jelentős közgyóléti erdőnk a városnak igazából még elég központi részén. Eddig milyen típusú volt ez az erdőgazdálkodás, hogy kell ezt elképzelni, és most milyen másfajta gondozás lép életbe? Eddig a hagyományos erdészeti gyakorlat érvényesült, ami azt jelenti, hogy az egyes erdőrészleteknek a fafaj összetételtől függően az erdő bizonyos életkorában tarvágást alkalmaztak az erdész kollégák, és ezt követően egy újratelepítés történt. És akkor itt keletkezik egy néhány év ebben az esetben, amikor nincs erdőborítottság, mire az új erdő, legyen az ültetett vagy sarjasztatott erdő, újra felnő. És hát ezt a gyakorlatot megváltoztattuk az önkormányzati erdők tekintetében. Tehát innentől kezdve nem történnek tarvágások, folyamatos erdőborítottság fog érvényesülni, és az erdőket, hogyha szükséges, fokozatosan újítjuk meg. Tehát azt jelenti, hogy fafajcserét tudunk végrehajtani úgy, hogy nem kell egy teljesen kivágott erdőteretet látni a lakosságnak. A lakosság egyébként ebből mikor fog észlelni valamit? Mikor kezdődnek el a tényleges munkálatok? Igen, hát ugye ebben az az érdekes, hogy nem lesz annyira látványos, mint mondjuk egy tarvágás, de azt hiszem egy pozitívum. Igen. Viszont kisebb beavatkozások fognak történni az előbb említett erdőkben, tisztások képzése, ahol aláültetések történnek, akár magvetéssel, akár erdészeti csemete telepítéssel.
egy folyamatos jelenlét lesz ezekben az erdőkben, illetve nagyon fontos az egész program részeként a lakosságnak a folyamatos tájékoztatása. Adott esetben bevonása is az erdészeti tevékenységben, munkákba, közösségi akciók szervezése, és hát egy a programnak szintén egy nagyon fontos pontja a fenntarthatóságra nevelési programelem, amely megcélozza az iskolákat, óvodákat például. Egyébként Kecskeméten jellemzően a lakosok olyanok, hogy nagyon szeretik magukénak érezni a környezetet is, tehát jellemző az is, hogy magánemberként is már akár telepítenek cserjéket is, például a Csalános erdőnél. Így van, vagy a védelmi erdőknél ezt tapasztaltuk, hogy tényleg jó értelemben véve magukénak tekintik és gondozzák, tehát innentől kezdve ezt a folyamatot csak segíteni kell, tovább kell vinni. És hogyha jól tudom, akkor a céljuk az, hogy ne csak egy-két fajta típusú fát telepítsenek, hanem akár több félét is, hiszen ennek számos előnye van. Így van. Ugye egy természetes erdő az biodivers, ami azt jelenti, hogy nagyon sokféle fa és cserje, illetve látszáró növényfaj alkotja. Ez, hogyha az ember homogén faállományokat telepít, akkor ez nem tud érvényesülni, nem tud kibontakozni. Habár a természet mindig próbál egy picit visszahódítani, de ezt, hogyha eleve úgy csináljuk, hogy sokféle fajt telepítünk, akkor megadjuk azt az indítást, ami utána később egy jó eredményre tud vezetni. A biodiverzitásnak nagyon sokféle előnye van. Az erdő sokkal stabilabb, az állatállomány a madarakat sokkal inkább vonzza, nagyisten gyümölcsöt szolgáltat az embereknek, tehát nagyon sokféle előnye van, és sokféle kutatás bebizonyította már azt, hogy a sokféle fajból álló erdők sokkal stabilabbak és hosszú távon életképesebbek. Jól érzem, hogy Kecskemét megint valaminek az élén jár? Példát mutat ezzel? Igyekszünk élen járni. Nem tudnám most megmondani, ki hol tart ebben a folyamatban, de azt hiszem, hogy ez országos folyamat. Tehát, de nekünk ez azért nagyon fontos, mert a mi klimatikus adottságaink rendkívül fontossá, és tulajdonképpen halaszthatatlanná tették ezt a lépést, hogy ezt megtegyük. Mikor jön a következő? Tehát most elindulnak ugye a lakott területeken ezekkel az erdőfejlesztésekkel, ezzel az új koncepcióval. Hány éven keresztül fog zajlani ez körülbelül ez a folyamat, amíg lezárul, és mi lesz a következő lépés utána? Azt gondolom, hogy tényleg minden erdőnél folyamatról beszélhetünk, de egy 5-10 év alatt ezek az erdők átalakíthatók lesznek. És aztán tovább lépünk, illetve az 5-10 év alatt is már tovább lépünk majd a külterületi gazdasági erdőkre, amelyek jellemzően ma még ugye akácosok, nyarasok, kimondottan fanyag termelési célra jöttek létre. Ezeket is azért többnyire szeretnénk átalakítani védelmi közgyűlti funkcióvá, tehát a fanyag termelés, a gazdasági funkciót azt mindenképpen egy harmadlagos más helyre tennénk, azért, hogy végső soron ezeket a külterületi erdőket is kiegészítve egy védelmi közgyűlti erdő övön jön létre Kecskeméten, tehát egy relatíve összefüggő erdőállomány alakuljon ki, elsősorban a városnak az északi, északnyugati oldalán, a jellemző széljárás irányából is tekintve a dolgot, előnyös legyen a város klímára ez az összefüggő erdőöv. Tehát gondolom itt azért a homokot, a porcsok mindent felfog, és akkor nem tud a városba bejutni. Ha jól tudom, akkor az arborétumnál, hogyha megyünk kifelé, akkor ott már van egy magánember is, aki szintén valamilyen módon bekapcsolódott ebbe, és fölvette önökkel is a kapcsolatot. Beszámoltunk régebbi adásainkban erről. Igen, egy nagyon pozitív, előremutató kezdeményezése egy magánszemélynek, hogy az arborétumhoz hasonló növénytelepítést, egy botanikus kertet hozott létre. És ezzel tulajdonképpen nagyon is példát mutatva arra, hogy ez a bizonyos zöld ég, amelyik a Nyíri erdőtől egészen befut a város szívébe, amely jellemzően még zöld terület, illetve zöld felület, hogyan is fejlődhetne tovább. És van esély arra egyébként, hogy oda majd csoportok is ellátogatnak a későbbiekben, tehát akár iskolák, óvodák, ezzel is példát mutatva. És a jövőt építve. Most úgy mondta ön, hogy 200 hektár az önkormányzati erdők területe. Van-e rá esély, hogy további önkormányzati erdőköz jusson a város? Van rá esély.
Jelenleg is vannak olyan területeink még, bár nem olyan sok, amely még erdősíthető. Továbbá mindig lehetőség van, hogyha a költségvetés is ezt tudja finanszírozni, hogy további erdőterületeket is vásároljon, vagy földterületeket vásároljon a város, amely erdősíthető. Megemlíteném most például, hogy a Bácsvíz ZRT csapadékvíztározó tavai között is vannak olyan területek még, amelyek erdőbesorolásúak a rendezési terv szerint, de még nem erdősítettek, és jelenleg is zajlik például erdőtelepítés ilyen területeken, civil kezdeményezés a civil szereplők által végrehajtva a város támogatásával. Tehát sokféle lehetőség van az erdő területének növelésére, és ez a célunk, hogy ahogy az előbb is említettem, egy relatíve összefüggő, vagy részekből álló, de mégis ebben a kapcsolatban lévő erdő területek jöjjenek létre a városban. Még egy fontos kérdés eszembe jutott, hogy azért eléggé népbetegség mostanában ez az allergia, és azért a kecskeméti lakosok nagy része is allergiás bizonyos fajtákra, és jó példát is láttunk már, például a március 15-e utcán, hogy ott is kivágta a fákat, ott viszont muszáj volt kivágni, tehát ott nem volt kérdés, és újakat telepítettek helyükre. Vannak-e még ilyen helyszínek, ahol szükség lesz erre? Igen, erdőink viszonylag nagy része áll nyárfákból, és ezek a nyárfák pelyhedzenek, amelyek most itt pontosítanom kell, igazából orvosilag nézve nem allergén anyagok, ezek a nyárfapelyhek, viszont rendkívül zavaróak, és teljesen jogos a lakosságnak az az igénye, hogy ezeket a nyárfásokat, nyárfaerdőket szeretné egy idő után már lecserélve látni más fafajtákra, amelyek nem okozzák ezt a problémát. És így ez a amit említettem, azok az erdők, azok védelmi erdők az Izsáki úton, a Vízmutcán bizonyára rövid időn belül elkezdődik a fafaj cseréje is. Akkor ez ismét egy jó hír, nagyon szépen köszönjük a lakosok nevében is. Ha bármilyen észrevételük, érzékelésük van a lakosoknak, akkor kereshetik önöket az önkormányzatnál, vagy akár önt is személyesen. Természetesen. Köszönjük szépen, hogy itt volt Győri András főkertésznek. Köszönjük még egyszer, és köszönöm. Sok sikert kívánunk ez az új koncepcióhoz. Köszönöm szépen.